didn't even get to cross. Szevasztok! Itt vagyok, Pyro Hun, és ez itt a Watch Dogs videó teszt. Na, hát kezdjük annál, hogy már ezt nagyon régóta vártam, hogy milyen lesz, és majd egy teljesen külön összegző videót fogok készíteni róla. Majd egy Ez egy másik sorozatban lesz benne. Na, ez egy videóteszt lenne. Sok újítás van a játékban. Egyedi dolgok is, például ezek a hackelés, ez nagyon újszerű itt a játék piacon, mert nem nagyon láttam még ilyen játékot. Jó. Nagyon tetszik. A grafika szép, és tényleg nagyon eszi a gépet, ahogy ezt már előzetesben is sokszor mondták. Ez 100%-ig igaz. Meg minden ilyesmi. Na, de az a lényeg az egészben, hogy... Hát nem az egészben, de sok mindenben. Sok féle funkciókat elérhetünk az okostelefonban. Például autót hívhatunk le, és ilyen fajta dolgok is vannak. Például meghagyták a Far Cry-ból ezeket a torony lefoglalós, befoglalós dolgokat is. Ez nekem tetszik, meg minden. Hát kell azért kis agy is hozzá, meg tetszik az, hogy alapból már magyar feliratos a játék. Na hát, tényleg nagyon szükséges a telefon. Mert anélkül nem is lehet hackkelni, meg mondjuk sok ilyen dolgot kell használni. Akár is lehet bújni az autóba, és az autóba is van belső, külső nézet, akármilyen, amilyet csak szeretünk. Mondjuk azt megjegyzem, hogy az autónak a belsője nincs kidolgozva nagyon, hanem így el van homályosítva. Azt azért elég bazári dolognak tartom. Igen, ilyen. A grafika azt kell mondjam, hogy ezt a gépigény nem tudom, hogy használja ki. Hát nem lett jól optimalizálva a játék, szerintem, mert hát az én AMD kártyámat nem nagyon szereti. Ez lehet, hogy csak AMD-seknél van így, de az a lényeg, hogy nálam ez így van. Hírt hallottam arról, hogy szarozzák, meg ilyenek. Hát ez általában azoknak szokott menni, akiknek nem megy el a gépükön, vagy nem értik a játékot. Én nem ebbe a kategóriába tartozom, nekem nagyon tetszik a játék, meg minden. Azt kell mondjam, hogy jó, de a teljes összegző videót majd egy gamersarok részben láthatjátok. Na,